Szeretettel köszöntjük kedves nézőinket a mai Kultúrpercek extra műsorunkba, ahol a sportról lesz szó. Szeretettel köszöntjük Kunstár János urat, aki a kondorosi labdarúgás egyik ikonja. Vele fogunk beszélgetni abból az apropóból, hogy a tavalyi sportbálon egy kitüntetést kapott a sport múltja miatt. Szeretettel köszöntöm. Köszönöm szépen. Milyen díj is volt ez? Hát Kondora sportjáért külön díjba részesültem, több éves kimagasló sporttevékenységemért. Mikor kezdődött ez a sporttevékenység? Hát ez 1968-69-es években már játszottam a ifi és serdülő, akkor még serdülő csapatban, nem igen, ifi csapatban, és utána 69-től már felnőtt csapatban szerepeltünk. Akkor még, amikor bejöttünk a tanyáról, Plesószki Miska bácsi hozott be minket a tanyáról, akkor lett ő ugye edző, a ifi edző volt, és utána meg azonnal a felnőtt csapatot vette át, és aztán ugye 16-17 éves korunkban már a felnőtt csapatba játszottunk, mert akkor ilyen sportátalakulás volt, hogy rengeteg idős játékos abbahagyta, és mi fiatal játékosokat vittek föl, és ez az én korosztályom, ez a korosztály, ebben azt nagyon sokan voltunk, akik aktív fotbalisták lettek utána is, és ugye egy olyan csapatot hozott össze a Plesószki Miska bácsi helyi fiatalokból, hogy tehát javarészt kondorosi volt a 90%-a, és egy korosztály, ez az én korosztályom. Hogyan ismerkedtetek meg a sportág szépségeivel? Hát úgy, hogy az eredmények jöttek a fotballal, tehát ugye egyre jobban megszerettük, és az eredmények összekovácsolják a csapatot, tehát az eredmények után a barátok. Tehát én most is ez meggyőződésem, hogy az igazi csapatnál elsősorban barátok játszanak, akik tudnak egymásért küzdeni, és egymást szeretik. Tehát úgy kezdődött, hogy mint barátok futballoztatok, játszottatok, és akkor... Igen, igen, barátok, és akkor egymásért az ember küzd. Iskolai körülmények között még annak idején? Hát annak idején iskolai körülmények között, utána a felnőtt csapatnál is hasonlóan, tehát ha szeretni kell. Milyen osztályba? Akkor megye másodosztályba volt Kondorosi akkor, mert akkor két csoport volt, nem úgy volt, hogy most hogy van A meg B osztály. Most ugye egyik alacsonyabb, a másik magasabb. Akkor ugye az úgy volt, hogy akkor két osztály volt, északi és déli, tehát megye kettő egyszintű volt mind a két osztály, és mi akkor az egyik osztályban szerepeltünk. Milyen eredmények voltak? Kikkel játszottatok? Milyen településekkel? Hát igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ott aztán rengeteg csapat volt, tehát Orosházi, Rákóczi, tehát amikor először abban voltunk, tehát arra tovább. Tóth Komlós, akkor még ugye alacsonyabb szinten volt. Dombegyház, játszottunk ott Kaszaper, Mezőkovácsháza, akkor esett ki Kovácsháza is. Hasonlóan, mert ugye Kovácsháza az volt annak idején MB2-ben, akkor ugye ott akkor átalakulás volt. És akkor, tehát Batonya az már megye első osztályban volt. Tehát az a magyarul mondva, az a déli csoportban voltunk déli. Hogyan készültetek a meccsekre? Milyen időközönként voltak edzések? Hát akkor csak hetente kétszer, akkor is csak hetente kétszer voltak edzések. És akkor tulajdonképpen munkaidő után esténként edzettünk. És hát arra emlékszem, ugye, mert ugye az már nagyon régen volt, több mint 50 éve, ugye, hogy azért ifivel együtt edzett a csapat, és akkor úgy azért megvolt a létszám, ifivel együtt van 20 ember, tehát egy nagy pályán tudtunk edzeni, futni, és akkor tehát úgy edzettünk az ifistákkal együtt a felnőtt csapat. Meccsekre hogy jártatok? Milyen járművel? Ja, hát az igen, az egy külön kérdés volt, ugye, mert akkor még volt a termelőszövetkezet, ez a Kondorosi TSSK volt akkor még, és akkor Csepel teherautóval jártunk. És akkor, hát nem egyszer ugye voltak, ugye mi akkor még csak ilyen fiatalabb gyerek voltam, voltak nótafák, és ilyenkor igazi hangulatú zenékkel, ha győztünk véletlenül vidéken,
nem emlékszem akkor, hogy olyan eredményes csapatunk volt, hiszen sok helyi fiatal került akkor föl a felnőtt csapatba. Tehát a jó hangulatú mérkőzések után érkeztünk haza, és aztán mentünk a Kondrasi csárdába. Ott volt a harmadik fél. A harmadik fél idő, igen. Igen, és tehát akkor én még fiatal voltam, tehát azzal még akkor nem dáridóztunk ugye annyit, de később aztán már minden előfordult. Tehát idősebb játékosok akkor, mikor én játszottam, akkor volt egy pár idősebb játékos, tehát nem sokkal idősebbek, 2-3 évvel idősebbek. Az egy ötös fogat volt, tehát azok, hogy jól emlékszem, mert Hajdú Miska bácsi volt a szakosztályvezető, a úgynevezett Kacsa bácsi, mert volt Hajdú Miska bácsi az áfész elnök is, a sportkar elnök volt később, és akkor tehát ezek az emberekkel, Hajdú Miska bácsi ugye volt a szakosztályvezető, és ezekkel az emberekkel, ez az öt ember elő egyszer valamiért összetűzött. Például Kardosi Varga Mihály násznak csak egy példa, annak a buszköltséget kellett fizetni valami 6 forintot egy hónapba, és mondta, hogy nincs rá pénz, és akkor nem jött többet fotballozni, de ő a megye legjobb fotballistája volt, a Kardosi násznagy, a Varga Miska, az ismeritek, tehát aki itt játszott Kondoros. Ez ilyen félprofizmus volt. Hát igen, de neki csak az úti költség kellett kifizetni azt. Tehát ő aztán nagy veszteség volt, hogy ő abba hagyta, de nem azért volt veszteség, hanem nem jött hozzá. Volt neki 4 barátja, Mladonyicki, Hanyec, Rosszik, meg Szeljak Miska. Ezek pont egy korosztály, és aztán megsértődtek, a többiek se jöttek játszani. Ez volt a nagy veszteség. De mindezek ellenére ez a fiatal csapat összekovácsolódott, mert 73-ban bajnokságot nyertetek. Igen, akkor már jött egy új kondorosi korosztály, az a 54-es, 55-ös korosztály, tehát én akkor katona voltam, de én viszont jártam ide meccsekre, mert öröm volt meccsre járni, mert nagyon sok kondorosi fiatal, tehát kondorosi bekerült egy korosztály. Az 30-40 évente van egy településen ilyen korosztály, mint akkor is volt, akkor hagyd ne mondjak neveket, hogy az az 54-es korosztály az egy fantasztikus korosztály volt, a tőlem egy kicsit fiatalabbakkal. Azok annyira jó kis társaság volt, hogy azok később bajnokságot nyertek. És jó csapat volt. Én akkor katona voltam, én csak úgy jártam haza. Aztán közben, mikor már aztán megszűnt az alkása, meg akkor eligazoltam Csabára, Jaminába, illetve leigazoltak minket, oda jártunk. Ezzel is játszottam egy pár meccset NB3-ba, úgy nagyon nem szimpatizáltam vele, mert ott ugye más játék volt, tehát itt azért jobb kedve játszott. Ez katonakorodban? Katonakoromban, még katonakoromban elmentünk a Jaminához. Fürjesen megszűnt a csapat, és akkor Jaminába átmentünk hárman, egy gyomai gyerek, Hornok Peti, Rózsa Zoli, meg én, ugye elmentünk. Aztán fél év, mikor letelt a katonaság, akkor ugye engem nagyon hívtak haza, mert itt nagyon jó csapat volt. Tehát itt csábító volt, mert ott voltunk az élmezőnkben állandóan. Tehát ilyen egy korosztályú csapatok, ez a 52, 53, 54-es korosztály, tehát nagyon jó csapat volt. És akkor hazajöttem, akkor inkább Kondorosra játszani. És akkor utána itt nagyon-nagyon jó csapatunk volt. Azt emlékszem arra, hogy akkor a pályán, ha látták, hogy jó csapat van, akkor a pályát is felújították, akkor Kardosra meg Kétsopronra jártunk fotballozni, de rengeteg nézőnk volt. Arra emlékszem, hogy úgy szerettek minket a nézők, mindig attól függ egy fotball most is ugye, most nem akarom belekeverni még a mostani fotballt, mert az arrébb van. Tehát jön a szomszéd, a keresztban a nagymama, tehát mikor jönnek a kondorosi gyerekek, jönnek az eredmények, akkor itt van mindenki, és akkor jönnek, és akkor... Így van, maradjunk még az Alkersénél, mert ott is sikerült egy jó eredményt elérni azzal a csapattal. Igen, ott is ugye, hát ott ugye könnyű volt, ott is volt egy nagyon jó edzőnk, aki azóta is tisztelem és becsülöm, és jár a katona találkozónkra is. Jelen pillanatban is barátkozunk össze. Nagyon ritka, ez olyan, mint egy osztálytalálkozó az Alkersénél. Ugye jelen pillanatban is ez 2 éves ez a kép, 2 éves vagy 3 éves, és ugye még most is összetartó a társaság, és ugye tehát ott is ugye jó eredményt értünk el, aztán sajnos más ügyből
megszüntették az alkelsét, ugye ott is ugye volt átalakulás, vagy mit tudom én, mi volt. Ugye, a bajnoki címet sikerült szerezni. Azt megszereztük, a bajnoki címet, igen. Megy a másodosztályba, de az első osztályban már nem indult el a csapat. Nem indultunk el, mert az edzőnket letartóztatták, tehát valami nem stimmelt, a hadtábfőnök volt, tehát nem stimmelt valami, tehát most hagyd ne mondjak, én nem tudom, hogy mi volt, mondanak ezt, mondanak azt. Sztoriképpen elmondhatnám, ugye, amit ugye mi hallottuk. Ugye a kormányos barátom, ugye volt a saját ellátmányunk, volt három anyakocánk, azt elhajtották a kanihoz, és ugye a háromból csak kettőt hajtottak vissza, egyet eladtunk útközben, abból finanszírozták a futballcsapatot. De tulajdonképpen nem, hogy ellopták. Jó célok. De ott ugye közös célra, de ott ugye azt úgy vették, hogy ez ugye eltűnt. Leszereltél, visszajöttél. Milyen társaság fogadott? Hát itt akkor egy nagyon jó társaság fogadott. És annyira tiszteltek, amikor jöttem, ugye hazajöttem ugye Csabáról, és akkor jártunk ki Szlovákiába baráti csapatokhoz. Tehát itt egy nagyon-nagyon jó társaság volt. Nem én hoztam össze, engem csak befogadtak. Tehát nagyon-nagyon jó társaság volt. Szinte egy korosztály volt az edző. Ki volt az edző akkor? Itt jelen pillanatban akkor Plesóczki Miska bácsi volt az edző, mikor jöttem haza. És akkor tehát egy nagyon jó csapat jött össze. Tehát nagyon jó. Tehát ez egy korosztály volt ez a... Ez az én korosztályom. Miska bácsi az hosszú ideig volt edző abban az időben, ugye? Igen, hosszú ideig volt. Ő volt addig az edző, utána azt én lettem az edző. Tehát egyből a felnőtt csapat, vagy... Én akkor már utána az megsérültem, akkor tehát megbüntették a lábomat. Én akkor utána már nem játszottam, hanem ifi, meg serdülő, meg mindenféle utánpótlás csapatom volt. Jelen pillanatban Peti is játékosaim közé tartozott, mert vannak itt képek, amelyeket te is rajta vagy, majd nézegesed meg őket. Úgyhogy... Mik derülnek ki? Itt vannak ezek a kép, ez is ugye Szlovákiába jártunk ki. Ott fotbalozni, ott két játékvezető volt. Testvértelepülés ez? Igen, Nagysallóra. Nagysallóra. Mikor fejezted be az aktív pályafutást? Igen, akkor én ugye befejeztem a 85-86-ba. Akkor befejeztem, ugye sérülések, többször próbálkoztam, műtét, fél évig megint, aztán már ifi edző voltam. Illetve, és aztán hamarosan a felnőtt csapat, elvégeztük ezt az edzői iskolát, ezt a gyors talpoló edzői iskolát, aztán már ugye a felnőtt csapat edzője lettem, megy első osztályban voltunk, és akkor Plesóczki Miska bácsi ugye leköszönt, megfáradt, és aztán én lettem a felnőtt csapat edzője. Jó megy első osztályú csapatunk volt, jó. Évekig ott voltunk, utána aztán finanszírozás, illetve nem volt játékos, akkor nem szerettük a vidéki játékost. Tehát én mindig, amióta ott vagyok, csak az amatőr futballt szeretem, a helyi játékosokra. Tehát pénzes játékosunk szinte nem volt. Tehát van, amikor aztán kénytelen voltam szemet hunyni, mert aztán rájöttem, hogy jöttek olyan vezetők a sportkörhöz, mondták, hogy hát mondom, akkor nem is ért, miért kellett nekem 15-20 évig utánpótlást nevelni, mikor könnyen lehet veszünk egy játékost, azt itt játszik, és nem kell kínlódni semmivel. Milyen támogatói voltak annak idejében az egyesületnek, a csapatnak? Nekünk ugye volt az ÁFÉSZ, a termelőszövetkezet, Perei Laci bácsi, ugye, mint tollas volt már akkor. Az akkori tanács, az hogy állt hozzá ehhez a kérdéshez, onnan jöttek? Végülis ők nem nagyon támogatták, nem nagyon. Nem, tehát az egyesület neve is az volt Kondorosi TSSK. Tehát akkor azért a vezetőknek aktív munkát kellett kifejteni, hogy legyen annyi, hogy a fenntartása meg legyen az egyesület. Igen. Tehát ott nagyon-nagyon működni kellett. Működni. Vezetőként mikor léptél színre? Ja, vezetőként? Hát az ugye hosszú dolgok vannak. Aztán, amikor az edzőséget meguntam, aztán ugye már most ugye annyira újítás, kellett újítás, mert több mint 10 évig voltam megszakítás nélkül edző. Már volt úgy, hogy följutunk, nem jutunk, föl akartunk jutni. Ugye járt a szakosztályvezetőnk, járt be az önkormányzathoz, hogy az önkormányzat támogat-e. Ugye Kondi Gabi volt a polgármester, föl kellett volna jutnunk, elsők voltunk. Mondta, hogy semmivel több pénzt nem tud adni, tehát nem tudtuk a magasabb osztályt vállalni. Aztán volt úgy, hogy osztályzóra kerültünk, de nem,
nem tudtunk, tehát az, hogy nem volt megfelelő háttér a csapat mögött. Játékos is kevesebb volt, tehát most ugye azt is el kell mondani, hogy ugye elfogytak a játékosok, kiöregedett az a jó korosztály, ami volt nekem ez a, volt olyan jó csapatom, tehát az egyszerűen kiöregedett, és nem volt utánpótlás. Tehát ilyen is most, mint Kondoroson most is van, ez kb. 20, 25 vagy 30 évente adatik meg egy településen, hogy saját játékosok ilyen erőteljes, tehát ilyen minőséget képviselve, mint most is, mert aztán nekünk elment, tehát közben volt olyan, hogy amikor ugye Krisztiánnal gráfikkal csináltuk ezt a sportköt, hogy tehát a játékosok az előrétől, tehát volt 17 játékosunk volt az előrében, meg az akadémiánál, meg itt ott 17 játékosunk, ami oda volt igazolva. Na most azok közül már jönnek most vissza 6-7-en. Illetve 6-7-en visszajöttek, és most is jelen pillanatban ennek a csapatnak a magja, az ereje, most hagyd ne mondjam a neveket, a Maldonyicki, a Cvalinga, a Takács, a Csícsei Dominik, tehát most a játékosok nagy része, akik az előrében voltak 4-5 évig ott nevelkedtek, azok most ide visszajöttek ebbe az osztályba, és ugye ehhez az is kellett, ugye, hogy hazajönnek ezek a játékosok, mert amikor én ugye ezt nem akartam, hogy csináljuk a csapatot tovább, akkor elmentek a Szanaszét faluba, elmentek Csabacsűdre, Nagycénásra elmentek a játékosok, utána csalogattam őket vissza, de nem jöttek volna vissza, hanem Janis az edző. Tehát megmondták, hogy jönnek majd vissza, de csak ha Janis lesz az edző. Na most tulajdonképpen itt van nálunk, most itt vannak, most már rátérek a mostani csapatunkra, persze még előtte sok minden más van. Tehát most visszajön, tehát most már vannak játékosaink, visszajött a három Rafaj. Tehát három testvér játszik, ilyen nagyon kevés van a megyében, nem is emlékszek rá 50 évre visszamenőleg, hogy három testvér, akik az igazán jó játékosok, a három Rafaj, három, és akkor tehát nagyon-nagyon-nagyon a csapat magja, meg jön hozzájuk ez az előréből hazatelepedett 4-5 ember, és ezek most már így is már több ember szerint, ugye már most ugye ennek a csapatnak megy első osztályba, követelik, hogy ott legyünk fönn. Én nagyon féltem még ezt a csapatot, mert ezek még fiatalok, de nagyon fiatalok, tehát ezek még nem tudták az mi az, hogy három vereség után hogy kell majd talpra állni, azt nem tudom, hogy fogják. Ne kapjanak ki hálózat. Remélem ne is kapjanak, nem fognak kikapni, de... Jelenleg az élen vannak, ugye? Jelen pillanat élen vagyunk, 5 ponttal vezetjük a bajnokságot, hiszen én még most is üzemképes szakosztályvezető vagyok. Tehát jelen pillanatban is már ugye fájnak a lábaim, de azért üzemkép szakosztályvezetőként, meg elnökségi tagként dolgozok. Összehoztam egy olyan elnökséget, amire igazán büszke vagyok. Ugye ezeknek a neveit el kell mondanom, hogy Korcsok Pista már előtte is ott volt, ő jelen pillanatban a sportkörelnökünk. Őt nagyon-nagyon aktív és jó csinálja a dolgát. Ott van Pusztai Zsolti, mint régi játékos, tehát ő is rengeteget dolgozik, talán a legtöbbet az elnökségen belül. Tehát hagyjuk a pénzt a játékosoknak. Ott van Pavlik Tamás, aki a fenntartásokat intézi, a teszi főnök. Ugye, tehát ő is nagyon sokat dolgozik, meg Pajusi Gabi is, tehát elnökségi tagként én vagyok az ötödik. Talán én dolgozok a legkevesebbet az elnökségbe. De viszont összehoztam ezt a jó csapatot, és ugye ők aztán igazán aktívak, és igazán büszke vagyok rájuk, hogy ugye, tehát összehozták ezt a csapatot, és ők mögötte állnak, és tehát nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és büszke vagyok rájuk, hogy ilyen embereket válogattam, és ők nagyon jó helyt állnak ebbe a pozícióba. 50 év, hosszú idő. Hogy látod, a labdarúgás hogyan változott ez idő alatt? Hát alaposan megváltozott. Megváltozott, tehát már most teljesen más futball van. Tehát most visszakezdeném mindjárt azzal, hogy tehát itt a megyei futball az a régebben, én azt mondom, hogy sokkal színvonalasabb volt. Színvonalasabb. Tehát most ugye egy-két jó megmozdulással nagyon jó helyt tudnak állni a játékosok. Persze most már másabbak a játékosok, kultúráltabbak, tanultabb játékosok voltak. Régen volt egy falusi dúsztolós csapat, azok rúgtak, vágtak,
és ugye tudtak eredményt elérni, most meg ugye tanultabb játékosok vannak, tehát egészen kultúrát fotballt játszanak. De mi csapatunk is olyan fotballt játszik most, hogy azt öröm nézni. Tehát érdemes kijönni, tehát nem jöttél a Szent Andrási meccsre. Szent Andráson egy nagyon-nagyon jó meccset játszottunk, mert jó csapat van Szent Andráson is. Tehát jó csapattal lehet jó meccset játszani. Rengeteg néző volt, tehát annyi bevételünk nem volt, mert ugye én intézem a bevételeket is, tehát annyi bevételünk volt, tehát nagyon-nagyon jó meccset játszottunk Szent Andráson, ott is jó csapat van. Ha már szóba hoztad, én egy érdekességet elárulok neked, hogy a Szent Andrási Hunyadi a legtöbb mérkőzését, a legtöbb hivatalos mérkőzését Kondorossal játszotta. Nagyon. Ez is egy kuriózum, úgyhogy tavasszal majd megnézem ezt a meccset. Úgy hívjuk a Kondoros elleni meccset mindig, mint az El Clasico. Tehát ez hát igen, igen. A jellegű összecsapás a két település között, és mindig baráti volt a viszony, és én bízom benne, hogy az is lesz. Ez nagyon sok időt igényel a sport és a sport ügyintézése. Magánéletedről esetleg, hogyha mondanál néhány szót, hát, hogy hogyan alakult igen. Mellette. A feleségem, aki már közel 50 éve vagyunk együtt, 40 valamennyi éve vettem el, ő már megszokta azt, hogy ugye a sportkör, hogy nekem ugye mennem kell ki a pályára. Menni kell, tehát abszolút nem kell idegeskednem, nem kell vitatkozni, hogy megint mész, mert hozzá van szokva. És ugye, tehát még most is hiányzik, az már nem megyek annyit föl, mert ugye már most ugye fájnak a lábaim, de viszont abszolút nem volt soha ebből a problémánk, ugye, hogy nekem menni kell a pályára, hiszen jelen pillanatban is még nyugdíjasként most is dolgozok, tehát aktív, illetve nem dolgozok, fizikai munkát nem dolgozok, van egy vállalkozásom, és tehát azt csinálom. Mik a tervek? Tervem? Terveik azok ugye, hogy most az egész megye azt akarja, hogy Kondoros most jusson föl a megye első osztályba. Na most ugye én féltem a csapatot, tehát én, mint gyakorlat ember, tehát nem azt mondom, tehát tapasztalt ember, inkább azt mondom, tehát ennek a csapatnak még meg kéne erősödni egy-két évet ebbe az osztályba, mert most a fiatalos lendülettel a gyors játékunkkal nyertük meg ezt a bajnokságot így, mire észrevették az ellenfelek, hogy mi gyorsan elszaladunk, meg addig gyorsan megnyertük a meccset. Most ugye, ha már most ugye rájöttek most erre már most a második fél évben, hogy azért most azért vigyázni kell ránk, mert azért ugye jók vagyunk, tehát most a terveink az, hogy most tehát föl fogunk jutni, ha följutunk, persze most mindenki följuthat, aki akar, mert föl akarják emelni a létszámot. Tehát ha most ha valaki ötödik helyezett lesz, az előtte lévők nem akarnak följutni, akkor is föl lehet majd jutni. Most ilyen átalakulás előtt vagyunk a csapattal, de én bízok benne, hogy följutunk, mert máskor van, amikor akartuk, tehát van, amikor annyi mindent meg kellett mozgatni, hogy följussunk, tehát annyi mindent, és akkor sem sikerült. Mikor edző voltam, volt, hogy mentünk osztályzóra Gyulára, elszórakoztuk, azt nem fejeztem be az előbb, hogy az önkormányzat nem támogatta, akkor úgy volt, hogy akkor nem jutunk föl, akkor maradunk itt. Lesz, ahogy lesz, aztán meggondoltuk, csak jó lenne följutni. Aztán meg már nem bírtunk. Tehát ez nem egyszerű feladat. Most az anyagi háttér az... Semmi nincs, semmi anyagi hátterünk nincs, mert kéne egy nagy szponzor, de nincs. Tehát így most egymás közt úgy, ahogy összeadogatjuk így a pénzeket, azzal föl amatőr szinten támogatjuk. Tehát az a baj, hogy nem tudunk azokkal a csapatokkal versenyezni majd, ahol százezreket adnak egy-egy játékosnak egy havi munkájáért, vagy edzésért, vagy játékáért. Milyen az utánpótlás a városban? Hát az utánpótlással van kívánnivalója. Jelen pillanatban jó utánpótlás edzők vannak. Utánpótlás csapatunk azért van mindenféle, tehát van 5-6 utánpótlás csapatunk, U8, U9, 11, 13, tehát vannak csapataink. Tehát vannak vidékről is jönnek játékosok, mert Kondoroson nincs annyi gyerek. Az egyik csapatban, az U11-ben az unokám is játszik, hála Istennek, oda kijárok a meccsekre, de viszont az, hogy nem tudunk annyi gyereket összehozni, ez más településeknek is gond, mert ugye Békés Csabán van, ahol több gyerek van, de ugye itt nem tudunk annyi gyereket összevarázsolni, amennyi kéne. Utánpótlás edzőink is vannak, tehát nagyon jól dolgoznak ők is, eredményesek,
És a saját vezetői karriered meddig tervezed? Hát én már most úgy terveztem, hogy most kimegyek és lemondok a pályán, tehát lemondok szakosztályvezető. Mint elnökségi tag már nem szeretném tovább csinálni, átadnám helyet egy fiatalabbnak. Vannak is jelöltjeim, már tavaly is találtam ilyen jelöltet, aki majd helyettem lesz szakosztályvezető, meg elnökségi tag. De jelen pillanatban még most is rábeszélnek, hogy még legalább ezt a fél szezont húzzam le. De már nagyon nem biztos, hogy lehúzom. De azért pályára kimegyek, mert hát végül is az ember nem tud más mit csinálni, tehát szeretem, nem tudnak onnan csak esetleg elzavarni. Így van, ez a hosszú időszak, ez odaköti az embert, ez a sok szép siker, ez a sok szép eredmény, amit... Hát ez most pláne? Város labdarúgásáért tettél itt az elmúlt több mint 5 évtizedben, elismerésre méltó, amit ugye a tavalyi esztendőben az önkormányzat meg is tett ezzel a kitüntetéssel, amihez mi is gratulálunk. A további sporttal kapcsolatos tevékenységethez sok erőt és nagyon jó egészséget és minden jót kívánunk, és beszélgessünk itt egy fél év múlva, hogy is volt akkor ez a bajnoki cím, hogy sikerült ezt megnyerni. Nagyon szépen köszönjük. Jó, nagyon szívesen. Én köszönöm a lehetőséget, és akkor remélem, hogy még találkozunk ilyen szinten, hogy esetleg bajnokságot nyer a csapat, akkor újra kell majd jönnöm ide. Köszönöm szépen!